Az adóelőleg nyilatkozat kitöltéséről és beküldéséről beszélgettünk a NAV baranyai sajtóreferensével Adópercek című műsorunkban. Ez ugyanis feltétele több kedvezmény évközbeni érvényesítésének. Barlai Krisztina elmondta, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak arról kell nyilatkozniuk, hogy jogosultak a kedvezményre és igénybe is szeretnék azt venni. A 25 év alattiak januártól SZIA mentességet élveznek. Nekik arról kell nyilatkozniuk, hogyha részben vagy egészben mellőznék a kedvezmény érvényesítését. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy rokkantsági járadék, illetve fogyatékossági támogatásra jogosító határozat alapján lehet igénybe venni. Maga a kedvezmény akkor jár először abban a hónapban, amikor megállapítják a súlyos fogyatékosságot, illetve kiadják, jogerősek lesznek ezek a határozatok. Ebben az évben 66.700 forint adóalapkedvezményről van szó, ez körülbelül 10.000 forint havi adókedvezményt jelent. Az első házasok kedvezménye akkor jár, ha legalább egyiküknek ez az első házassága. Az első jogosultsági hónap a házasságkötést követő hónap, a kedvezmény pedig 24 hónapon belül érvényesíthető. A családi kedvezmény, illetve családi járulékkedvezmény tekintetében nem történt változás. Ugyanúgy kell nyilatkozni arról, hogy hány gyermek után szeretnék igénybe venni a támogatást. Arra kell nagyon odafigyelni, hogyha többen jogosultak a családi kedvezményre, akkor megosztják, vagy közösen veszik igénybe ezt a kedvezményt. Hogyha a családi kedvezménynek van olyan része, amelyet nem fognak tudni igénybe venni, akkor elvileg a munkáltatók automatikusan figyelembe veszik a családi járulékkedvezményt. Mindezen kedvezmények érvényesítéséhez szükséges az adóelőleg nyilatkozat. Az érintettek papíralapon személyesen is eljutathatják a NAV-hoz a dokumentumot, de a legegyszerűbb mód az online nyomtatványkitöltő alkalmazás használata. Az ONYA felülete ügyfélkapus regisztráció után érhető el az adóhivatal honlapján keresztül.